A világon minden menő fogás esetében a városok meg a feltalálók civakodnak, vitatkoznak azon, hogy kié a dicsőség, hol jelent meg először, ki találta fel, kinek a tiszteletére tálalták fel. Nincs ez más, hogy a tiramisunál sem, a tiramisu, vagy Coppa Imperiale, ahogy régen nevezték, először Siena városában tűnik fel 1723-ban. Harmadik Cosimo Medici érkezését várták a cukrászok izgatottan, és próbáltak mindenfélét kitalálni, hogy az uralkodónak kedvére tegyenek. Borba mártottak piskótát, és egy ilyen tojáskrémet készítettek a tetejére, és ez harmadik Cosimo Medicinek nagyon-nagyon ízlett. De aztán valahogy az évszázadok során valahogy ez a recept eltűnt, elkallódott, elkapott. 1930-ban került elő újra, ahol újra megalkotta valaki, aki találta valami, nyilván valami poros leírásban, de sajnos aki akkor feltalálta, annak az étterme csődbe ment, és bezárt, és eltűnt, és újra elkallódott ez az étel, és aztán a 1960-as években kezdték el újra felfedezni. És akkor hirtelen abban az egy évtizedben nagyon-nagyon sokat változott. Először Grand Marnier-ba áztatták a piskótát, és aztán valamikor a 60-as évek második felében elkezdték kávéba is áztatni. Na és azóta aztán világhódító útjára indult a mai tiramisu, aminek nagyon érdekes a neve. Azt majd mindjárt el fogom mondani nektek, de először hadd lássak már hozzá, mert már annyit hagyjátok, hogy dumáljak, hogy megőrülök. Na! Először is az én receptemhez kell 4 darab tojás, amit most azonnal rögtön az elején szét is választok. Igen, jól látjátok, egy kis vizet készítettem ide, és a tojás sárgáját a vízbe teszem. Majd mindjárt elmondom, hogy miért, csak szétválasztom a többi 3 tojást is. Azért raktam vízbe, mert ugye eredetileg az eredeti receptben nyers tojást használnak, én azonban a biztonság kedvéért mindig szoktam egy kicsit hőkezelni a tojásokat, mégpedig olyan módon, hogy a tojás sárgáját így egy ilyen, hát körülbelül egy ilyen 2,5-3 deci víz, mondjuk egy bögre vízbe bele csobbantom, és beteszem a mikróba körülbelül 1 percre. Ettől a hőmennyiségtől még nem fog megfőni a tojás, de egy biztonságos hőkezelést kap. 1 perc melegítés után így néznek ki a tojások. Amint látjátok, a fehérje kis uszadékok egy picikét elkezdenek opálosodni, kicsit félre is teszem, ebben hadd pihenjenek a tojássárgák. Vissza is térhetünk a tojásfehérjére, egyszerű dolgunk lesz vele, habbá kell vernünk, és elkészíteni belőle az úgynevezett olasz meringet. Olasz mering pedig nem áll másból, mint tojásfehérje habból és cukorszirupból. Ehhez tehát el kell készítenem a cukorszirupot. A cukorszirup pedig nem áll másból, mint 4 kanál cukorból, valamint 2, azaz 2 evőkanál vízből. Így. Legyen 3. Azért bóckodok így a mennyiségekkel, mert arra bíztatlak benneteket, hogy ne ragaszkodjatok a grammokhoz, meg hogy hány kanállal mondott. Állagokat keressetek, így kell kinéznie. Éppen csak egy kicsit nedves. Mehet fel lassú lángon a tűzhelyre. Amíg a cukorszirup elkészül, elkezdem felverni a tojásfehérjét. Elvileg 116 Celsius fokosnak kell lennie cukorszirupnak. Amint látjátok, szépen gyöngyözik. Úgy ítélem, hogy el is készült, úgyhogy mehet szépen bele a meringbe. Na, a mering el is készült, azzal most több dolgunk nincsen egyelőre. Nekilátok a tojássárgákat feldolgozni. Ehhez pedig kell nekem egy ilyen szép edény. Biztos azt gondoljátok, hogy hú, hogy fogja kivenni a vízből. Nagyon egyszerűen. Belenyúlok kézzel, így kellőképpen átmelegedett, ezáltal biztonságosabb a fogyasztása. A 4 tojáshoz jöhet hozzá további 2 édes szájúaknak, esetleg 3 evőkanál cukor. Ugye a tiramisunál az az izgalmas, hogy nem kell, hogy ilyen gehely édes legyen, az a jó, hogyha egy olyan bárányfelhő édességével betegszik. Hú, ezt nagyon megmondtam. Mielőtt nekiesnék a 4 tojásnak, meg a tojássárgájának, ez a jó kis kézi habverővel,
legkedvesebb támogatónktól, kitől? Fótányi pajtikánktól. Pattintok bele egy kis vaníliát. A megmaradt szára pedig mehet bele a cukros bödönbe. Használhatnék vanília extraktot is, Kotányi pajtikánk vanília extrakttal is rendelkezik, és el is lát vele nagyon nagy lelkűen bennünket. De most azt gondolnám, hogy a krémnek a konzisztenciáját jobban segíti, hogyha csak ilyen aprók és igazi vanília magvakat teszek bele. Időről időre egy spatulával oldalára felfröcskölt anyagot visszasegítem középre. Mindaddig, amíg érzi az ember, hogy ilyen kásás, sercegős, addig még nem végeztünk. Na, én úgy ítélem, hogy most az igazi. Egy kicsit hosszadalmas, belátom, de érdemes vele dolgozni, mert összehasonlíthatatlanul jobb lesz az állaga, hogyha tökéletesen eldolgozunk a cukrot a tojás sárgájában. Valójában a nehezén túl vagyunk, jöhet hozzá a mascarpone, én 4 tojáshoz 500 g mascarponét használok. És ezt most óvatosan, hogy ne túl sok fizikai ráhatást kapjon a mascarpone, óvatos mozdulatokkal összekeverjük. Nem kell megijedni, jelen stádiumában egy ilyen folyós krém, a gyávábbak, meg a tapasztalatlanabbak azt mondják, hogy jaj, úristen, ez soha nem fog összeállni, tegyél bele egy kis zselatint. Nem szabad, ki kell bírni. Vannak dolgok, amik nem valók a tiramisuba. Ilyen, szerintem, meg az olaszok szerint, bármiféle gyümölcs, tehát ilyen eper, meg ilyen marhaság. Egyáltalán nem kell bele tej, kávéba se. És nem kell bele semmiféle állagjavító, zselatin, meg mit tudom én micsoda. Így néz ki jelen pillanatban a krémünk. Megpróbálom teljesen homogénre keverni, hogy ne legyenek benne ilyen mascarpone márványcsíkok. Jöhet hozzá az olasz mering. Mondjuk az egésznek az egy harmad részét így belehajítom, és ezt egy kicsit durvábban belekeverem. Persze óvatos vagyok vele azért az első fázisban is. Így alulról alányúlok, nagyobb habszigeteket szélnyomom benne. Így. És amikor idáig eljutottunk, akkor mehet bele óvatosan az összes többi mering, azaz cukorszirupppal főtt tojásfehérje hab. Így. Alulról fordítok rajta egyet, fölhúzom. Így. Hát szépen, óvatosan. Nem szabad vele kapkodni, nem szabad vele türelmetlenkedni. Szépen lassan, egyszer csak úgyis össze. Nagyon megéri vele dolgozni, foglalkozni. Amint látjátok, egy ilyen szép, habkönnyű, krémes szajré lesz belőle, a többit pedig majd elvégzi a pihentetés. Következő lépésben összeállítjuk a tiramisut. Ígértem, hogy el fogom nektek mondani, hogy honnan van a név. A legenda szerint az olasz bordélyokban és ezt szolgálták fel a vendégeknek. Egyrészt azért, mert azt tartották, hogy ez egy ilyen afrodiziákum, ugye, ami azt jelenti, hogy a szexuális éhséget is megemeli. És hát a benne található cukor miatt az embernek az energiáit is magasabb szintre emeli. És innen származik a név, ugyanis az, hogy tiramisu, az azt jelenti, hogy húzzál fel, szedjél fel, rázzál fel, ébresz fel, tiramisu. Na, hát én most egy nagyon felrázó, nagyon felszedős tiramisut készítek. A piskót a fürdőhöz először is öntöttem egy kis kávét, és most pedig öntök hozzá egy kis marszalát. Ide készítettem egy kis vaníliás cukrot, Kotányi pajtikánk keze által készített vaníliás cukrot. Egy nagyon keveset hajítok ebbe, épp csak egy picikét. Kanállal el is oszlatom benne. A piskótát nem beáztatni kell, nem hosszan tunkolni, hanem nagyon röviden megmeríteni benne, így ki is venni és elhelyezni. Kész, és soha többet hozzá nem nyúlni. Piskóta olyan gyorsan átázik, különösen a gluténmentes, nem szabad sokáig éppen csak megmeríteni, és amennyit hirtelen magába szippant, az bőségesen elég lesz, hogy isteni finom tiramisut készíthessünk.
Amint látjátok, odafentről szinte ilyen mozaik-szerűen elrendeztem a piskottákat, hogy a lehető legnagyobb felületét az aljának lefedje. Na, jöhet az első réteg krém. És ezt, mint egy ilyen vakoló kőműves, kifugázom ezt a piskóta mozaikot. Most már nagyon sok képzavart használtam ebben az egy mondatban. Legyetek szívesek, a szemeteknek higgyetek inkább, ne annak, amit dumálok. Amennyire csak tudom, egyenletesre elkenem a tetejét, de nagyon óvatos mozdulatokkal, hogy továbbra se törjem össze ezt a jó kis habot. Amikor úgy érzem, hogy nagyjából egyenes, akkor fogom és egy kicsit leütögetem az aljára. Az első réteg kész van, ugyanezt megismétlem még egy szinten. Na, gyerekek, hát így néz ki valahogy. És most jöhet az utolsó hozzávaló, ami felteszi a koronát a művünkre, a kakaó. A kakaó pedig azzal együtt, hogy nagyon finom, egy afrodiziákumnak minősül. De az olasz bordélyokban ezt nem csak arra alkalmazták, vagy tán alkalmazzák még a mai napig is, hogy egy újabb körre sarkalják a vendéget, és ezzel még több lírát, vagy a mai napon eurót húzzanak ki a zsebéből, hanem állítólag azért is, hogy utána, amikor a vendég hazatér, akkor még otthon tudjon teljesíteni. Hogy ne bukjon le, és legközelebb is eljöhessen a kupiba. Na jó, most erre már tényleg ki kell írnom szerintem, hogy csak 18 éven felülieknek, de mit bánom én? Ez a története, az igaz története a tiramisunak, ami gyerekek, mit mondjak, ebben a pillanatban el is készült. Jaj, de jó. Hát így néz ki a tiramisu. Kicsit letakarítom a széléről a kakaót, teszek rá egy fóliát, és szépen megy be a hűtőbe egy egész éjszakára. Na gyerekek, egy teljes éjszaka után a jó kis tiramisu így néz ki. Ha megfigyelitek, a felszíne egy kicsikét ilyen hullámossá változott, átvette a formáját az alatta lévő babapiskótáknak, ami azt jelenti, hogy a babapiskóta ilyenkor magába szívja a nedvességet a krémből, és ezért ilyen gyönyörű tortaszerűre lehet kialakítani. Ugye általában edénybe szokták feltálalni, kanállal belenyúlnak és kiveszik, de én kikísérleteztem magamnak, hogy ilyen torta formában is megáll. És hát akkor most nézzük, hogy nem csak a levegőbe beszéltem-e, hanem tényleg megáll-e. Odafélek, és egy mozdulattal szépen lemelem róla. Tadá! Nem csalás, nem ámítás, minden zselatin, minden hülyeség nélkül tökéletesen megáll, és tényleg úgy néz ki, mint egy torta. Na, sok a duma, tálalok! Gyerekek, nem véletlen, hogy ez a neve vagy tiramisu. Annyira szexi, meg kell őrülni. Egyet azért szögezzünk le. Gyönyörű lett. Amint látjátok, a tetején a kakaó, ahogy átnedvesedett, szinte tulajdonképpen egy ilyen kakaó krémmé változott. Én most még ráfrissítek erre még egy kis kakaóval. Így né. Na, hát most tényleg nem lehet tovább húzni, halasztani. Meg kell kóstolnom. Gyerekek, a villa szinte átesik rajta. Muszáj kipróbálnotok. Fantasztikus. Na jó van. Az olaszok előtt ma is fejet kell hajtanunk, nektek nagyon-nagyon hálásan köszönöm a figyelmeteket, kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és további finomságokkal várlak benneteket. Például legközelebb, rögtön egy hét múlva pénteken. Puszi, Jankotányi, köszi.